15. hatállyal, felmentve kárláni beosztásodból, kinevezlek Szebednyei plébánia, plébániai kormányzójává. Felhatalmazlak mindazon jogokkal és kötelességekkel, amelyek a plébánia érvényes és megengedett vezetéséhez szükségesek. Marton István Esperes atyával kérlek, szervezétek meg, és bonyolítsátok le a plébánia átvételét, a jegyzőkönyvet pedig terjesztétek fel hozzám jóváhagyásra. Nagyon köszönöm, hogy készséggel vállaltad az évközbeni diszpozíciót és az ezzel együtt járó kellemetlenségeket. Az első időszakban nagy valószínűséggel szembesülnöd kell, példamaradt ügyekkel, hiányosságokkal, de a kialakult helyzetet kérlek, viselj türelemmel. Bízom abban, hogy új beosztásodban is gyümölcsözően tudok majd szolgálni Isten országának hét. Legyen gondod a szent misét és szertartások buzgó végzésére, a hívek között való aktív jelenlétre, a gyermek és ifjúságnevelés érdekében végzett szolgálatra. Szepetnek, Sormás, Bajcsa és Esztereknek községek, vallási élete, a magyarországi átlagot meghaladó, a helybeli iskola és nagykanizsa közönsége is jelent olyan lelkipásztori lehetőségeket, amelyeket ki tudsz majd használni. Továbbra is kérem a tanításban való aktív részvételedet a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában és munkádat Szentszéki búcsúdén a lélek javára. Mindeközben ne feledkezz meg az imádságos lelkület ápolásáról, szellemi életed táplálásáról és a szükséges igenisről sem. Új lelkipásztori szolgálatodra és Istennek szentelt életedre az ő bőséges áldását kérem. Egyházmegyénként imádva ajánlva, dr. Székely János, Szombathelyi megyés püspök. Üdvözlendő Plébános úr, kedves Gottfried atya! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a szebedneki, sormási, eszterengei és bajcsai hímek és képviselőtestületek nevében új szolgálati helyeden. Hálásak vagyok püspök úrnak, de elsősorban a mennyei atyának azért, hogy egyházközségünket nem hagyta jó pásztor nélkül. Szívből kívánjuk, hogy községeinkben, templomainkban, iskolánkban segítőkész, együttműködő emberekre talál. A keresztény ember ünnepei Istenhez való felemelkedési pillanatai, egyre a hálaadás pillanata is. Ezért most közösen adjunk hálát Istennek azért, hogy településünk, térségünk tanítványai számára a vigasztalást vagy bátorítást kereső emberek számára, ami számunkra Isten maga szeretetének viszontzására, Gottfried atyát szolgálatával a számunkra. A mennyei atya adjon testi, lelki erőt és egészséget szolgálatokhoz és életedhez. Kérni fogjuk Jézus szent szívének segítségét és mennyei édesanyám a boldogasszony közbenjárását, őtisztelendő plébános úrunkért, hogy jó lelki atyaként vezesse a hitveket. A kulcs az egyházban mindig is magában foglalta a keresség fegyelmet, a keresség utáni vagy bűnbánati fegyelmet, a tudás átadását, a törvényhozó hatalmat. Ezen elátadom templomon kulcsát, és tisztelettel kérlek, kedves plébános úr, hogy legyél jó gazdája nem csak templomainknak, de a rádbizottnájaknak is. Isten hozott el.